Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjének legújabb videójában. Ezúttal egyfajta új műfajt teremtve olyan videót fogunk bemutatni, vagy beszélgetést az érdeklődőknek, nézőknek, hogy felvetődött a munkaügyi kabineten belül, hogy érdemes lenne egyfajta tematikus beszélgetéseket rendezni a munkaügyi kabinet tagok között, és én ezt maximálisan támogatom, és itt ül mellettem Tóth Marianna, ő a munkaügyi kabinetnek tagja, de egyébként az oktatásügyi kabinet munkájában is részt vesz, végzettségét tekintve pedig politológus, és fölírt nekem pár pontot, véleményeztem, és ezeket fogjuk átbeszélni. Nyilván ennek a videónak lesznek még következő részei, akár több részvevővel is, és azzal a céllal hozzuk ezeket a beszélgetéseket nyilvánosságra, hogy a közbeszéd részévé tegyük azokat a munkaügyi problémákat, amelyekről rajtunk kívül más nem beszél. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy csapjunk is bele. Itt látok egy olyan pontot fölírva, hogy érték. Tehát ugye ebből kiindulva próbáljuk meg kicsit körüljárni, hogy a mai magyar munkavállalók mennyire tartják értéknek, vagy értékesnek a munkahelyeiket, vagy nem arról van szó, hogy sajnos kénytelen, kelletlen, csak azért járnak dolgozni, mert ugye ez kell a megélhetéshez, de a legtöbbjük nem leli benne örömét. Te ezt hogy látod? Először is nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a felkérésedet is. Tehát valóban egy olyan munkát kezdtünk el végezni, amiről a mainstream médiában nem nagyon hallottok semmit, és ezen szeretnénk mi változtatni. Na most az, hogy mi is az, hogy munka. Végső soron a legtöbb embernek erről az jut az eszébe, hogy bemegyek a munkahelyre, ami vagy közel van az otthonomhoz, vagy távol van, akár több órás utazásra is, valaki másnak dolgozom, vagy vállalkozó vagyok, pénzt keresek, és abból pedig fedezem a megélhetésemet. Na most nekem egy kedves ismerősöm elmondta, hogy egy nagyon-nagyon szomorú statisztikát hoztak nyilvánosságra, mégpedig azt, hogy körülbelül 1% az, itt Magyarországon, aki igazán a helyén érzi magát. Tehát valóban azt csinálja, amit szeret, és abból valóban jól meg is tud élni. Na most ez egy elég síralmas arány. Én azt mondom neked, és a nézőknek, hallgatóknak is, hogyha ez 11, vagy 21, vagy 31% lenne, még akkor is nagyon-nagyon rosszul állnánk, hiszen miről szól a munka? Tehát az érték. Először is valami értéket kellene teremteni. Erre tipikus példa mondjuk az élelmiszeripar, nem? Tehát megtermeled az élelmiszert, megesszük, jól lakunk tőle, stb. Stb. Ehhez képest hol áll a mezőgazdaságunk? Vagy mondjuk az értéknek a megtartása. Ilyen tipikusan mondjuk a tisztaság. Most gondolj bele, hogyha a mosdó úgy néz neki, mintha éppen, nem is tudom, 3 kukát oda borogattak volna, tehát a takarítás, vagy a értéknek a továbbadás, mondjuk az oktatás. Tehát én azt látom, hogy egyikre se figyelnek igazán oda. Pont az elmúlt hetekben volt egy felmérés, amelyből az derült ki, hogy a munkavállalók 80%-a egyenesen utálja a munkahelyét. Ez még rosszabb, mint amire gondoltam. Igen. Na most én nem gondolom azt, hogy ez a 80% azért utálná a munkahelyét, mert munkakerülő típus lenne, nem erről van szó, akarnak ők dolgozni, csak egész egyszerűen a körülmények olyanok, hogy nem ugye a fizetések rosszak, hanem ugye a körülmények, maga a munkahelyi közeg, a stressz, ez mind-mind ugye kihat az ember lelki világára, és hogyha abból indulunk ki, hogy a nagy részét, az idejünk nagy részét az emberek a munkahelyeiken töltik, akkor ugye egyenesen lehet következtetni rá, hogy milyen mentális állapotban van a magyar társadalom. És nagyon jó, hogy ezt a fogalmat itt most behoztuk a beszélgetésbe, hogy érték. Ugye én ezt úgy szoktam mindig megfogalmazni, és a Mi Hazánk munkaügyi kabinetjének is ez egy alapelve, hogy a munka fogalmát azt ahhoz köti, hogy olyan tevékenység, amely a közösségnek is hasznára van, ennél fogva megkülönböztetünk ugye értékteremtő, értékmegőrző és értékközvetítő munkaköröket. És mielőtt valaki azt mondaná, hogy na jó, de ebbe például nem fér bele az összes tevékenységi vagy munkakör ma Magyarországon, például a végrehajtóké, akkor én azt tudom erre mondani, hogy a
végrehajtók tevékenység, főleg amennyire látjuk, az mennyire szolgálja a közösség érdekét, akkor én tudok egy jó példát. Igen, én erre azt tudom mondani, hogy attól, hogy valami fáradtságos és pénzkeresettel jár, az nem feltétlenül lesz még a mi fogalmaink szerint munka, mert akkor ennyi erővel a strici és a drogkereskedő is munkának lenne felfogható. Az államos strici már, bocsánat, mert ő szedi az adót belőle, lásd, katás vállalkozások. Igen, igen, ez már egy másik téma, tehát ezt ennyit hozzá szerettem volna fűzni. Arra térjünk még rá szerintem, ugye, hogy a kormánynak a csoda fegyvere, hát ugye egyrészt a miért a Gyurcsány alatt jobb volt kérdés, ugye, tehát hogy egyébként azért is tartják felszínen Gyurcsány Ferencet, mert azt az összehasonlítást úgy gondolják, hogy mindig ki fogják állni. Ugye a teljes foglalkoztatottság, tehát hogy a munkanélküliség alacsony, és Parag László mondta, ugye, hogy a főerőnk az olcsó munkaerő, és így is el lehet érni nyilván a közel teljes foglalkoztatottságot, csak hogy ez alapnak esetleg jó, de hogy elég-e szerinted? János, azért zuhog az eső, és tegnap meg tegnap előtt is hasonló volt az időjárás. Akkor teljes foglalkoztatottságot én tudok most is neked mondani, menjen mindenki vizet gerebézni. Igen. Azonnal tehát, teljes a foglalkoztatottság, igen, akár ingyenesen is dolgozol, nem? Gondolsz, igen, nem, ingyen. Ja, hogy ingyen. Tehát munka, nem? Igen. Na most viccet félretéve, tehát tényleg most levegőt reszelni, meg zabot hegyezni, meg vizet gerebézni bárki tud, csak ennek nincs értelme. Tehát egy rugóra jár az agyunk, és én szerintem nagyon sok néző és hallgató egyet fog velünk érteni abban, hogy bizonyos munkáknak semmi értelme. Amit te mondtál, a végrehajtó. Hát egy esetet mondjuk tudok, amikor hasznos lehet éppenséggel, mondjuk QW nem fizeti a gyerektartást XY-nak, akkor lehet, hogy jó, hogyha valami van, bár nem biztos, hogy rájuk kellene bízni ezt a dolgot. Na mindegy, zárójel bezárva. Nekem az jutott az eszembe, hogy akkor most visszajön a KMK, tehát a közveszélyes munkakerülés, vagy ezt hogyan fogják szankcionálni? Tehát meg milyen munkát adnak az embereknek? Mert az, hogy teljes foglalkoztatottság, ez nagyon szépen hangzik. Erről azért közgazdászokat én nagyon szívesen megkérdezném őket, hogy ez mégis hogyan működik. Igen, alapvetően technikailag. Az a probléma, és ugye a teljes foglalkoztatottság nyilván mindig egy elérendő cél, tehát hogy a munka alapú társadalomnak ez alapja, amelyet mi is vallunk, csak egészen másképpen képzeljük el, mint ahogy azt Orbán Viktor mondja, hogy ugye arra épül, hogy akár ugye kínai, akár nyugati nagy multicégeknek több milliárdos állami támogatást adjanak, és akkor itt olcsó munkaerő. De mondjuk már az se zavarja őket, hogyha ez az olcsó munkaerő sincs meg, mert egész egyszerűen magyarok százezrei vándorolnak el Nyugat-Európába. Ezt egy tolvonással megoldották, ugye minősített munkaerő kölcsönző cégeken keresztül harmadik világbéli munkavállalók jöhetnek, és akkor nekik elég lesz majd ez a magyarországi bérezés, csak hogy azért ez hosszú távon lakosságcseréhez fog vezetni, meg nem gondolnám, hogy ez a jó út, hogy akkor meg se próbáljuk megtartani a magyarokat, hanem aki hajlandó ezekért a fizetésekért itt dolgozni, azokat várjuk. Egyébként ez szembe megy a kormány migráció ellenes nézeteivel, és ugye megint egy másik témát nyithatnánk meg, hogy mennyire hiteles ez, de ne is vigyük ebbe az irányba el, mert itt most nekem lenne egy-két felvetésem azért, tehát azt mondják, hogy jó, akkor nem a magyarnak kell a munka. Na de akkor ez nem ellentétes azzal, hogy teljes foglalkoztatottságot szeretnének? Tehát itt ellentmondást vélek felfedezni, nem a te mondandódban, hanem a mainstream médiában elhangzottak a kapcsolatban, hogyha behívják mondjuk Indiából, Kínából, akárhonnan a munkavállalókat, hol fognak lakni, és kinek fognak bérleti díjat fizetni, én arra kíváncsi lennék. Akkor kíváncsi lennék arra is, hogyha az a propaganda, hogy minden nő szüljön legalább 3-4-5-6, nem tudom hány gyereket, lehetőleg egy-két foci csapatnyit, akkor hol lakjon, és miből fogja ezt fedezni? Tehát, hogyha nincs egy normális minimálbér, ami valóban fedez mindent, mert ugye a mostani minimálbér az nem sok semmire elegendő, tehát erről szerintem nem is fogunk tudni vitázni, meg nem is vitázunk, hanem beszélgetünk. Szóval érdekes az a dolog, tehát attól, hogy még elmész dolgozni, az nem garantál semmit. Először is nincs lefektetve az alaptörvényben, mert már nem is alkotmánynak hívják egy jó ideje. Nincs lefektetve az, hogy jogod van a lakhatáshoz. Innentől kezdve gyakorlatilag az utcáról is bejárhatsz dolgozni akár minimálbérért,
nem tudod kifizetni a lakhatásodat, nem tudod nevelni a gyerekeidet. Tehát valóban csak az a lényeg, hogy dolgozz. Én azt gondolom, hogy ennél kicsit több kellene. Igen. Tehát egy kis megbecsülés, egy normális bérek garantálása, tehát ennél többről szól a dolog, és az, hogy a munkának értelme legyen. Tehát az, amit mondtam, hogyha kimegyünk fizetgerebézni, akár ingyen, megvalósul az, hogy dolgozunk, de abból még se te, se én nem fogunk jól lakni, talán még egy reggelink se lesz belőle. Világos, és akkor ugye rá is térhetnénk a következő pontra, hogy hogy munka vagy jólét, tehát hogy össze lehet-e a kettőt kötni. Hát össze nyilván, lehetne. Tehát nyilván, és ez cél is, de Magyarországon nyilván ez messze menőkig nincs így. Van, akik összekötik Vannak, akik összekötik, ugye például amikor a KSH az átlagbéreket meg szokta jelentetni, akkor ugye szokták mondani, hogy hát matematikailag, statisztikailag az valóban úgy van, csak hogy ugye hát a néhány százaléknak a magas fizetése húzza föl, és itt nem arról van szó egyébként, hogyha valaki tényleg rátermett, szorgalmas, vagy van egy ötlete, vállalkozik, azt megvalósítja, és jobban keres, mint az átlag, és törvényesen, mert nem irigykedünk, mi csak a középosztálynak az eltűnését sérelmezzük, az átlag magyar ember fizetését keveseljük, tehát nem tőlük akarjuk elvenni, hanem azt akarjuk, hogy az átlag magyar is tisztességes megélhetést tudjon magának biztosítani. Így van, és ehhez csatlakozva azért hozzá kell, hogy tegyem, hogy az átlag az azért nem sok semmit mond. Most gondolj csak bele, hogy mondjuk Jancsi 20 éves, Juliska 80 éves, akkor az átlag életkoruk mennyi? Hát igen. Miközben egyikőjük se annyi, amennyi kijön az átlag. A másik pedig az, hogy közgazdászok, szociológusok, nagyon egyikünk se az, de azért van még olyan is, hogy mondjuk módusz, medián, klaszter, tehát egy csomó más dolog is van. 60-70-80 ezerrel kevesebb szokott lenni a mediánt is, szokta kutatni a KSH, de... De még ez sem mutat teljes képet, tehát akkor az olló, hogy borzasztó. Igen, de nem is ezt szokták annyira a kirakatba tenni, de én azért mindig utána szoktam nézni. És bár ugye itt az előbb tettem egy olyan megjegyzést, hogy kvázi nem azt akarjuk elvenni és odaadni a szegényebbeknek, akinek több van, mert nyilván nem vagyunk bolsevikok, tehát nem az a... Nem vagyunk Robin Hood. Igen, tehát nem az az elvünk, hogy szembeállítsunk társadalmi rétegeket, és én ezt mindig el szoktam mondani, hogy a munkaügyi kabinett tevékenysége, a dolgozói érdekképviselet nem arról szól, hogy akkor a munkáltató és a munkavállaló egymásban ellenséget lásson, hanem arról szól, hogy a munkáltatónak is meg kell azt látnia, hogy neki igenis érdeke, hogy a munkavállalója jól érezze magát. Mert lehet, hogy ki lehet sajtolni belőle rövid távon ezt-azt, de aztán a cég is be fog csődölni, hogyha olyan lesz már, bocsánat, mint egy metró megálló, hogy jönnek-mennek az emberek. És Magyarországon a legtöbb munkahely sajnos ilyen. És ezek olyan kérdések, amelyek itt dőlnek el, tehát ez még csak nem is pénzkérdés, itt óriási gondolkodásbeli problémák vannak egyébként akár nagyon sok cégvezetőnél is, hogy nem veszik kvázi emberszámba a beosztottját, és az óriási baj. Így van, tehát a metró megálló, tehát magyarul óriási a fluktuáció, van, tehát nagyon van. Nagy az áramlás. Mi ezzel a probléma? Igen, mondjuk vegyünk egy XYZ céget, kedves nézők, hallgatók. Miről van szó? Vezérigazgató keres X millió forintot, kinevez egy-két középvezetőt, milliós összeggel szintén, ők tök jól el vannak, köszönik szépen. Majd aztán felvesznek egy csomó operátort szalagmunka mellé, és ki akarják szúrni a szemüket, mit tudom én, 200 ezer forinttal, vagy még kevesebbel, vagy akár. Az a lényeg, hogy nem fedezi a teljes megélhetésüket. Mondjátok már meg nekem, illetve gondolom neked is van erre válaszod, hogy ez meddig tartható? Tehát most az, hogy mondjuk én vezető vagyok milliókért, oké, köszönöm szépen, de nem lesz, aki a kezem alá dolgozzon. Hát ezért lesz metró megálló. Hát ez addig tartható, hogy ez addig. A metró megálló át fog nyúlni a határokon, és Nyugat-Európába át is nyúlt. Már átnyúlt. És amit én borzasztóan hiányolok a magyarországi, ha úgy tetszik, munkakultúrából, hogy nincsen az, hogy ha valaki elkezd dolgozni egy cégnél, és alsóbb szintekről fel tudja magát küzdeni akár a vezérigazgatói pozícióig.
hanem ezeket a középvezetőket mind külsőleg hozzák be, és nincs is tisztában azzal, hogy az alatta lévő munkafolyamatok miből állnak, hogy mi az, amit ő elvár tulajdonképpen. Sőt, még az iskolázottsághoz sincs semmi köze. Én tudok olyan vezetőkről, neveket nem mondok, akiknek semmiféle diplomájuk nincs, vagy be se fejezték, semmi különös. Viszont szalagon is dolgozhatnak akár diplomások is, tehát ez is borzasztó, mert most lehet azt mondani, hogy jó, oké, a kereslet és a kínálat nem egyezik meg. Igen ám, de egy olyan társadalmat nem illendő építeni, ahol a magasabb végzettségű, rosszabb minőségű munkát végez és kevesebbet keres. Mondok neked erre egy nagyon egyszerű példát. Például egy ismerősöm tanított egy nem túl jó színvonalú iskolában még évekkel ezelőtt, és a diákjai megkérdezték tőle, hogy tanárnő, miért nem tetszett elmenni kukásnak, mert az többet keres. Én élek a gyanúperre, hogy az illető diák nem arra gondolt, hogy milyen fontos dolog az, hogy tiszta legyen az utca, hogy ne öntsön el minket a szemét, hanem inkább arra gondolhatott, hogy pittyeg a telefon, érkezik a fizetés, igen, és magasabb az összeg, mint mondjuk egy szociális dolgozónak. Igen, igen. És így záró gondolatként, mert szerintem így első résznek így bevezetésképpen ez elegendő lesz, de itt a már pont eléggé sokkoltuk a közönséget. Volt szó, tehát hogy és már a munkaalapú társadalom. És tisztelen becsülöm őket. Igen, tehát hogy a valódi munkaalapú társadalomnak, ahol a munkának van becsülete, erkölcs és anyagi értelemben is, tehát az alapja az, hogy nem az a fontos, hogy ki milyen munkát végez, hanem hogy azt a munkát milyen szorgalommal, milyen felelősségben végzi. Tehát és ne vizetgerebjézzen, hanem értelme legyen. Egy kukás, aki a munkáját becsülettel végzi, úgy gondolom, hogy a mi szemünkben jóval-jóval többet ér társadalmi szempontból, mint egy spekuláns bróker, aki úgy gazdagszik meg, hogy másokat átver. Tehát így van. Így ez van. A probléma, hogy nem az előbbit becsülik meg, hanem az utóbbi tűnik egyfajta, hogy mondjam, ideálnak ebben a társadalomban, de ez majd a következő videónak lehetne témája, hogy ennek mi lehet az oka. Én köszönöm a kedves nézőknek is a figyelmet, és neked is, és akkor folytatjuk. Én is köszönöm szépen, viszontlátásra.